Egymás mellett sorakoznak a faházak a gyirmóti horgászfaluban. Nem csak itt, de például Gyűrű Baráton, Nyúlon, valamint a Sziget közben is egyre népszerűbbek ezek a víkendházak. Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője szerint ennek részben a koronavírus az oka, hiszen sok városlakó vágyott a zöld környezetbe a karantén alatt, és többen gondolkoznak vásárláson a nyári időszakban is. Természetesen, amikor megnő az érdeklődés egy-egy típusú ingatlan iránt, vagy egy-egy környék iránt, akár Győr-Moson-Sopron megyén belül is, ez megmutatkozik az árak változásában, hiszen a nyaralóvezetekben akár 17-22%-kal is nőttek Győr-Moson-Sopron megyében az árak, ami azt jelenti, hogy aki ilyen településen, vagy ilyen környezetben szeretne ingatlant vásárolni, 300 vagy akár 500 ezer forint közötti összeget is ki kell fizetnie egy négyzetméterre vetítve. A nagyvárosok közelsége vonzerőt jelent a vásárlók számára, mert olcsóbban juthatnak ingatlanhoz. Így ez a tényező is felelős azért, hogy többet kell fizetni a nyaralókért. Bár az ingatlanárak emelkedése tovább folytatódik, aki lakást vagy házat szeretne bérelni, annak szerencséje van, hiszen az albérletek árai bár csak pár ezer forinttal, de csökkentek Győrben is. Azok, akik most keresnek kiadó lakást, akár Győrben, vagy más egy nagy egyetemvárosban, alacsonyabb ingatlanárakkal találkozhat, és alacsonyabb bérleti díjak mellett tudja megtalálni a következő otthonát. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy ami korábban 110 ezer forint volt Győrben is az átlagos havi bérleti díj, most ez 107-108 ezer forintra csökkent. Ez minimális csökkenés, de az egyetemistáknak és a főiskolásoknak néhány ezer forinttal alacsonyabb bérleti díj egy évre vetítve akár több tízezer forint megtakarítást is jelenthet. Az egyetemisták ma értesülnek arról, hova vették fel őket, hiszen 8 órától hirdetik ki a ponthatárokat. Ezt követően mindig nagy roham indul az albérletekért. A szakértő szerint annak sem kell aggódnia, aki bizonytalan abban a tekintetben, hogy béreljen-e lakást. Ha esetlegesen a vírushelyzet megint a digitális oktatást eredményezi, a bérbeadók és a bérlők számára is egy win-win helyzet alakulhat ki. A bérleti díjakat általában egy évre előre befixálják a bérbeadók, és a bérleti díjak mellett a szerződésekben tudják kikötni azt, hogy egy esetleges változás milyen forgatókönyvet okozhat a bérlők és a bérbeadók között, például ha hazaköltöznek a diákok, vagy az egyetemek és a főiskolák digitális oktatási rendet vezetnek be. Ez leginkább azt jelentheti, hogy ha a bérleti díjban nem is történik nagy változás, de bizonyos engedményeket tudnak tenni a bérbeadók, a bérbevevők számára, tehát hogyha el is hagyják a kiadó lakásokat, vagy kiköltöznek a bérleményből a bérbevevők, akkor a bérleti díj csökkenhet, de mondjuk a rezsit vagy a közös költség díját még behajthatják a bérbeadók a bérlőktől. Ez egy nyertes-nyertes helyzetet eredményezhet a bérbevevők és a bérbeadók között egyaránt. Péntektől tehát nagy rohamra számíthatnak a bérbeadók az egyetemisták tekintetében, de tavalyhoz képest már inkább a kisebb lakások kerülnek célkeresztbe. Balogh László szerint ez is közrejátszik az albérletárak csökkenésében.